Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, főbb témáink néhány mondatban. Színes programokkal várták a dolgozókat, családi napot tartott a Tamási Hús Kft. Több mint 100-an települtek ki főzni, 4 év után ismét megrendezésre került a Trófea Vadász Gasztronómiai Fesztivál. 21. regői lovasnapok, fogadhajtásban is indulhattak a versenyzők, ugrálóvár, arcfestés, kulturális programok, gyereknapot tartottak Diósberényben. Június 3-án színes műsor és különböző érdekes programok várták az érdeklődőket a Tamási Hús Kft. Családi napján. A rendezvényen a cég dolgozói a családjaikkal együtt tölthettek el közösen egy délutánt, ahol egyaránt a gyerekek és a felnőttek is jól érezhették magukat. Június 3-án rendezte meg a családi napját a Tamási Hús Kft. Az eseményen minden korosztályra gondoltak, így a gyerekek számára ugrálóvár és egyéb játékok, arcfestés és a tűzoldóság biztosította a szórakozást, emellett pedig a résztvevőket színes műsor és ízletes ételek és italok várták. Úgy gondolom, hogy a mai világban, amikor a munkaerő egyre inkább felértékelődik, szerintem az is fontos, hogy a dolgozó, aki itt dolgozik, a saját családjába is megkapja azt a támogatást, hogy ahol dolgozik, az egy jó hely, és érdemes itt lenni. Tehát én úgy gondolom, hogy minden munkásnak az egy plusz, hogyha a családja támogatja a munkájában. Korábban karácsonyi vacsora volt csak a dolgozóknak, ahol mindenkit meghívtunk, és most tavaly volt az első családi nap, ami elég jól sikerült. És ugye a tavalyi évhez képest idén dupla a résztvevőknek a száma, mert annyira jól érezték magukat tavaly a dolgozók, és főleg a gyerekek, meg a család, hogy akkor idén sokkal többen jöttek el, vagy remélem, hogy eljönnek. A rendezvényen a Gierlinger Holding ügyvezetője Péter Schulze is részt vett, és elmondta, miért is tartják fontosnak, hogy a cégnél dolgozó több mint 400 alkalmazott számára ilyen programokat is biztosítsanak. A családi napot 2 éve kezdtük el, én 3 éve vagyok itt ügyvezető. Elmondhatatlanul fontosnak találom, hogy vissza is adjunk valamit a családoknak, akik egész évben a cégért dolgoznak. Elengedhetetlen a jó munkakultúra, és az is, hogy itt barátokkal találkozunk. Törekszünk a személyes emberi kapcsolatokra a dolgozóinkkal, ezért is igyekszünk ténylegesen időt eltölteni a családjaikkal. A Tamási Hús Kft. Dolgozóit is megkérdeztük, hogy miért látogattak el a cég családi napjára. Azért jöttem el, végül is, hát itt találkozik az ember igazából minden kollégával, családjával, és hát, talán ez is tartom fontos régi nyugdíjasokkal. A gyerekek élvezzék egy kicsit, meg hát lehetőség van, akkor eljövünk, jó érezzük magunkat egy kicsit. A vendégeket, zenés programok, egy mazsolett és egy pompomlány csapat is szórakoztatta, de természetesen a rendezvény arról szólt, hogy a családok és a munkatársak kikapcsolódhassanak, és jó hangulatban töltessenek el együtt egy kellemes délutánt. Június 3-án rendezték meg a 15. Trófea Vadászgasztronómiai Fesztivált Tamásiban. A Miklósvári parkerdőben többek között a hagyományos főzőverseny, íjászat és számos más színes program várta az érdeklődőket. Június első hétvégéjén került sor a Trófea Vadgasztronómiai Fesztiválra Tamásiban. Egy nagyobb kihagyást követően kerülhetett újra megrendezésre a Miklósvári parkerdőben, és ugyan idén az eddigiekhez képest visszaesett a látogatók száma, a szervezők azt remélik, hogy a fesztivál vissza tud jutni arra a szintre, ahol 4 évvel ezelőtt abba hagyták. 4 év kihagyás után most az idén rendeztük meg megint a Trófea Vad Gasztronómiai Fesztivált itt a Tamási Parkerdőben, ami azért is picit nehezebb volt, mint az elmúlt években, mert hogy mindig nehezebb egy olyan rendezvényt újraéleszteni, ami már egy picit megtört a folyamata, úgyhogy elég sok energiát kellett fordítanunk arra, hogy újra felélesszük ezt a programot, hiszen az elmúlt 4 évben világjárvány, építkezés, Sertéspest is nehezítette ezt a munkát, de az idei év az első, amikor már a látogatóközpont is áll, a Dánpont látogatóközpont itt a parkertőben, úgyhogy igazántiból az a plusz attrakció is hozzájárult a rendezvényhez. Természetesen igyekeztünk megőrizni mindazokat a hagyományokat, amit már az elődeink leraktak, és így az egésznek a gerincét, a fő vonulatát, az természetesen a vad főző verseny jelentette.
A csapatok számában azért érzékeljük ezt a 4 év kihagyást, de nagyon örülünk annak, hogy azok, akik rendszeresen jártak erre a programra, azok ismét megmérettették magukat. És mindjárt, hogy saját szavamba vágjak, nem is annyira a megmérettetés a lényeg, hanem az, hogy családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek kitelepülnek ilyenkor ebbe a gyönyörű természeti környezetbe, és igazán egy közösségi programot tudunk megvalósítani velük együtt. Minden évben gondoskodunk arról, hogy ételek és italok is várják azokat, akik kilátogatnak a rendezvényre, hiszen azok, akik a főzőversenyben részt vesznek, illetve ezek a közösségek, akik főznek, azok a maguk fogyasztására készítik ezeket, így aztán különböző finomabbnál finomabb ételek, italok is várják a rendezvény résztvevőit. A rendezvény főeseményére, a főzőversenyre több mint 100 versenyző települt ki a tópartra csapatokban. A zsűri egy kategóriában értékelte a különböző fogásokat, amelyek nagy része ragú vagy pörkölt volt, de akadt leves is a sorban. A hozzávalókban viszont közös volt, hogy különböző vadhúsokat használtak az indulók. Abszolút egy nagyon érdekes ételek készültek. Voltak zömében pörkölt jellegű ételek, voltak különlegességek is, mint halban például a füstölt pisztráng, vagy például hamburger is készült vadból, de többfajta vad húsból is készültek az adott ételek. Itt a gímtől elkezdve a dámszarvas, a sima szarvas, és tényleg itt a fűszerekkel való játszás volt, aki levest készített, ugyan egy tárkonyos levest, és ebből is lehet látni, hogy a különböző ízű húsoknak különböző jellegük van. Nem mindegy viszont az, hogy mikor, milyen főző technikát használnak. Nyilván voltak pozitív és voltak negatív eredményei is a történetnek. Itt nyilván az, hogy a szabadtűzön való főzés és az, hogy nyilván nem úgy tudják akár a gázokat állítani, ez odafigyelést igényel zömében mindegyik ételnél. Tamási környékén a dámszarvas az elterjedtebb, ezért Vörös Krisztián mester szakácsot arról is kérdeztük, hogy mi a különbség a dám és a gímszarvas között, és milyen körettel érdemes vadhúst tálalni. Más, teljesen más húsnak a jellege, teljesen más maga a húsnak az íze, a rostosság, az, hogy tényleg mennyi ideig kell főzni az adott húst, úgyhogy ezek mind-mind ilyen befolyásoló tényezők tudnak lenni. A köret ugye az egy érdekes történet, ugye a mind pörkölt jellegnél, mind a szarvas, vagy azt mondom a vad húsoknál, ugye nagyon dominál akár egy burgonyás köret, itt legyen az szó, akár egy kroket, vagy akár egy burgonyafánk, ami jelen pillanatban is szerepelt. Nem mindegy azért a burgonyafánknál is, ugye oda kell figyelni, hogy átsülve legyen az adott fánk, ne az legyen, hogy kívül szép, még de belül nyers maradt sajnos. Nagyon jó a strapacska, nagyon jó a galuska, a kapor, nagyon jó ízesítés hozzá, a jutúró nagyon jól passzol a vadakhoz, ezekkel nagyon jól lehet vele játszani köretként. Elsősorban a jó hangulat és a családdal, barátokkal közös főzés, az együtt eltöltött idő volt a lényeg, de emellett a verseny résztvevői családi, online vagy épp rögtönzött receptekkel igyekeztek lenyűgözni a zsűrit. Ez egy dámborjú pörkült erdei gombóákval és jutúros strapacskával. Mivel vadgasztronómia, ezért próbáltunk a vad felé irányozni. Először a szalonnát próbáltam kiolvasztani, utána ráment a hagyma, aztán egy kicsit főtt a hús benne, utána kapta a vörösbort és a fűszereket, fokhagymát, babérlevelet, borókabogyot, kakukkfüvet. Áfonyás szarvasragút főztünk vargányával. Egy kicsit családi recept, mert én Nógrád megyéből származom, és ott sokszor csinálunk ilyet. A receptet természetesen nem fogom elmondani, de gyakorlatilag ez úgy működik, hogy ugye úgy, mint minden, mivel ragúról beszélünk, nem pörköltről, meg nem levesről, gyakorlatilag alap az elindul a hagymával és a szalonnával, és utána megy bele a hús, és akkor a többi fűszer, amihez hozzá kell. Ősszomból csináltunk egy ilyen nádudvarhelyi ragút egy kicsit átgondolva, most nem tudom nektek mondani valamit. Gomba, sárgarépa, vöröshagyma, és akkor egy kis, hát ilyen saját fűszerezés. Tyúklábhánkot csináltam köretként mellé, ami ugye az is egy ilyen, hát egyedinek mondható, a maga egyszerűségében a legnagyobb, úgymond.
Már a hatodik ilyen versenyünk, de volt kettőt, amit megszakítottunk. Egyszer sikerült a harmadik helyezést elérni, de minden évben jövünk. Az eseményen a város polgármestere Porga Ferenc is részt vett, és elmondta, milyen fontos, hogy az ember jó kapcsolatot ápoljon a környezetével, a természettel, és ez a fesztivál ebben is segít, amellett, hogy összehozza az embereket. A Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál az nagyon komoly múltra tekint vissza. Itt a miklósvári parkerdőben vagyunk. Tamási talán egyik legcsodálatosabb, legszebb helyszínén. Néhány év kimaradt, tehát fontos, hogy tudják a nézők, hogy 2019-ben volt itt utoljára a trófea rendezvény, amely egyébként mondhatom már, hogy addig a térség egyik legnagyobb, a város és a térség egyik legnagyobb, legkomolyabb rendezvénye volt. Sajnos a Covid világjárvány miatt néhány évet szünetelt, illetve volt egy másik oka is ennek a néhány év szünetnek, ennek oka pedig a mellettünk álló új épület, a Dánpont Látogatóközpont, aminek az építése miatt ez a hely nem állt rendelkezésre. Úgyhogy néhány év kimaradt, szinte most újra kell kezdenünk mindent. Itt a Tamási Város önkormányzatának intézménye, a Tamási Művelődési Központ a szervező. A korábbi társszervezőnk, az Állami Erdészet, az Gyulai ZRT, azon ki, hogy adta ezt a területet, hiszen ennek a területnek a nagy része az épületet leszámítva hozzájuk tartozik, sajnos most nem tudott hozzájárulni a szervezéshez, viszont tamási vállalkozók is támogatták a rendezvényt, ami örömteli. Tehát én azt gondolom, hogy egy csodálatosabb, szép helyszín itt a most már a látogatóközponttal, a Dánponttal kiegészítve, egy gyönyörű tópartján. Szeretnek ide kijönni az emberek, és hogyha jók a programok, akkor én abban bízom, hogy hamarosan, néhány éven belül, még ha most egy kicsit talán a korábbi évekhez képest kisebb is a létszám, megint a város egyik legnagyobb rendezvénye lesz. Az volt a filozófiánk, és azt szeretnénk lépésről lépésre újra vissza csempészni ennek a rendezvénynek a kapcsán, hogy ez a pont az ember és a természet találkozási pontja, összekapcsolódása. Itt az erdő szélén a természet, a vad, a gyönyörű környezet, azoknak az értékeit valahogy megjeleníteni, minél színesebb, minél különlegesebb programokon keresztül. Itt is most vannak ilyen programok, de még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy itt most egy kicsit újra kellett mindent kezdenünk, de elszántak vagyunk olyan tekintetben, hogy újra komoly rendezvényé építsük fel itt a tamásiakkal és a környékbeliekkel közösen ezt a rendezvényt. A 15. Tamási Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál a főzőverseny mellett színes programokkal készült az összes érdeklődő korosztálynak. Különböző ételek mellett a helyi csoportok is kaptak lehetőséget a fellépésre, a kicsik terápiás kutyákkal ismerkedhettek vagy játszhattak, kortól függetlenül volt lehetőség íjászatra, és az estét egy koncert és egy retro diszkó zárta. Idén is megrendezésre kerültek 21. alkalommal a Regői Lovasnapok, június első hétvégén. A rendezvény első napján több fordulóban bizonyíthatott a 38 induló fogadhajtásban. Az eseményre családtagok, ismerősök és érdeklődők is kijöttek Regőibe. Június 3-án került sor a Regői Lovasnapok első felére. A rendezvényen különböző kategóriákban indulhatott a számos versenyző, és egy jelentős nézőközönség is kitelepült a pálya köré. 21. alkalommal került megrendezésre a Regői Lovas Napok. Ennek az előzménye egy baráti összejövetel volt, és ebből nőtte ki magát egy ilyen nemes versenyre. Három kategóriában indulnak a versenyzők. C-kategóriás kettes fogadhajtás, póni fogadhajtás, illetve D-kategóriába. Most idén először rendezünk egy negyedik kategóriába is, az egyes fogadhajtás, ez egy külön igényük volt a C-kategóriában versenyzőknek, hogy legyen egy egyes fogadhajtás is, így ezzel bővültünk. 38 indulónk van a mai napon. Mindenki a megfelelő képzettségű lovakkal érkezett. A nézők aztán ilyen ebéd után szoktak jobban érkezni, ugye a látványosabb délutáni versenyszámokra.
de ilyen 250-300 fővel szoktunk számolni. A fogadhajtó verseny indulói annak ellenére, hogy munka mellett nem mindig tudnak gyakorolni, számos versenyen vesznek részt, és megragadnak minden lehetőséget, hogy kikapcsolódásként összemérjék képességeik. Megmondom őszintén, nagyon keveset tudtunk készülni, mert sokat dolgoztunk, de megpróbálunk minél többet, én is, öcsém is, megpróbálunk felváltva hajtani, vagy együtt. Hát igazából hobbisták vagyunk, pár versenyre tudunk csak eljutni, örülünk, hogy itt lehetünk ismét, regülyek vagyunk, helyben vagyunk. Voltunk múlt héten is Pinceljen, hát megpróbálunk évente most már többre, de általában ilyen 5-6 versenyre tudunk eljutni. Ennyire van sajnos időnk. Igazából most keveset készítünk, mert sok volt a mezőgazdasági munka, de azért 7 napból 2 napot hajtottunk. Én egy lipfélvérre, egy Orlovszó lipicai lovak vannak befogva. Igazából őróluk annyit tudok mondani, hogy nem sok versenyen vettek még részt, de most már kezdődnek összeszokni jobban. Remélem, hogy az idén azért sikeresen fogunk versenyezni velük. Aztán majd meglássuk, szerencsén sok múlik. 95 óta hajtok. És voltam többször országos versenyen, fedeles bajnokságokon, 4-es fogatot hajtottam, 2000-ben aktívan, 2007-ig aktívan mentünk pályán, nagyon sok serleget első helyezettem volt. Most már igazából azt mondom, hogy a tinédzsereket segítek nekik, amiben tudok. Vannak itt a helyi versenyzők is, itt a helyi lakosok, amit tudok, segítek nekik, lovakat összerakni, csikókat, zablával segíteni, minden, ami kell egy fogadhajtóhoz. Kijárunk ide Regőbe a fogadhajtó versenyre, én is fogadhajtó vagyok. Minden évben itt szoktunk lenni, már 22 éve van itt fogadhajtó verseny. Össze Szüreti Fesztivál van, Szüreti Fesztiválra szoktunk jönni. Regői, én szakályú vagyok. Nagyon erősen mezőn, sokan vagyunk, elég egyet vagy kettőt hibázni, akkor már... Múlt héten voltunk Pincén versenyen, aztán hétközben dolgozunk, traktorozunk, és akkor így hétvégén ez a nyaralás, ez a sport, ez a kikapcsolás, a lovasport. Én a megyei fordulókon majdnem mindegyiken, és még külső megyékben is ide-oda ellátogatunk. A következő az Kölesd, talán Zomba, és akkor még a többit, azt nem tudom. Van ranglista, pontokért megyünk, hát nem szeretném tudni, hogy mennyire lent vagyok, de bízakodom. A közönségben is akadt, aki családtagot, ismerős jött megnézni, de volt, aki a verseny mellett a jó hangulat miatt jött ki a regői lovasnapokra. Mert szeretjük egyrészt a lóversenyt, másrészt meg a fiunk is versenyez, és így a kettőt összekötjük. Jó a fogadtatás, az emberek lehet főzni, ahogy látom itt a főzőcskéznek is, állátás is jó. Sorra került fogadhajtó verseny 38 nevezője több fordulóban mérhette meg magát a hétvége során. A hónap második hétvégéjén látogathattak el a Diósberény és környékén élő gyerekek a település gyereknapjára a művelődési ház udvarán. Az önkormányzat több meglepetéssel, ajándékkal is kedveskedett a kicsiknek, de a rendezvényen akadtak a felnőttek számára is kulturális programok. Szombaton került megrendezésre a Diósberényi gyereknap. Az eseményen játékoktól kezdve arcfestésig különböző programok várták a kicsiket, délutántól pedig kulturális műsorral készültek az érdeklődők számára. 8-10 éve van, már először nem itt rendeztük ezt a gyereknapot, hanem kint a fotballpályán, tehát sokkal nagyobb kaliberű volt. Aztán jött a Covid, meg egyéb okok miatt ugye visszaszorultunk ilyen picibe, de talán ez így jobb is, mert családiasabb egy kicsit, mint egy nagyon nagy rendezvény. A gyerekeknek van légvár, körhinta, egy virtuális szemüveggel való játék a nagyobbaknak, a kicsiknek ilyen apró játékok, bármilyen ilyen szórakozás, pecázás, bármi, ami ilyen kisgyerekeknek való van, és akkor délután van egy kultúrműsorunk, ahol lesz a gyerekeknek egy óvodás fellépés lesz. Az óvodásainknak után lesz a gyerekeknek egy kifejezetten gyerekműsor. A délutáni műsort a település óvodás csoportja indította, akiket egy picinek szóló mesés előadás, majd inkább a felnőttek érdeklődését felkeltő produkciók követték. Délután 2-től megkezdődik a kulturális program, ahol az óvodásokkal lépünk fel először. Mivel az óvodánk német nemzetiségű óvoda is, ezért német és magyar nyelvű énekek, versek, táncok lesznek láthatóak, és erre mindenkit szeretettel várunk. A Diósberényi gyermeknapra közel 100 látogató érkezett, nem csak a településről, hiszen az óvodába a környékről is bejárnak a gyerekek. A rendezvény a kulturális műsor után egy pállal zárult.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!